Ritka, hogy ennyi traktor dolgozzon egyszerre egy ekkora földterületen, de ritka az is, hogy ennyien figyeljék a munkát. Az Északi Agrár Szakképzési Centrum iskoláinak tanulói szántották fel a talajt, de nem volt mindegy, hogyan. Munkájukat ugyanis bírók minősítették. Perccel Bertalan Putnokról érkezett a Vai Ádám mezőgazdasági technikum és szakképzőiskolánál rendezett versenyre. Nem volt igazán elégedett a szántásával, mint mondta, számára szokatlan volt a talaj állaga. Úgy készültünk a versenyre, ugye, hogy otthon próbálgattuk, csak ott teljesen más, ugye a talajviszontagságok, nem megy bele az ekély, belemegy, mert homokos, és itt azt szerint pontoznak, hogy a zeke hogy megy, milyen szépen borít, meg ilyesmi, hogy milyen egyenes. Most ez így sikerült nekem. Barázda egyenesség, ekeméség. Többek között ezeket a paramétereket vizsgálták a bírók a versenyzők szántása közben. Itt nem a gyorsaság, hanem a pontosság volt az elsődleges szempont. Szokták mondani, hogy ez a verseny, ez ilyen forma egy a szántóföldön. Itt is vannak szabályok, amit a bírák értékelnek. A lényeg az, hogy itt nem a gyorsaság számít, hanem a munkaminőség. Tehát nem az a versenyző nyer, aki legelőször teljesítésbe ér a célba, hanem a pontozás szerint. 10 szempont alapján pontozunk, és vannak különböző időelemek, amiket azért figyelembe veszünk, meg vannak úgynevezett büntető pontok, tehát hogyha rossz a mélységtartás, túllépi a határidőket, egyéb ilyen szabálytalanságokból van levonás. Na most ezt a srácok így gyakorolják, szerencsére jó a terület, kaptunk csapadékot, jó a tarló, és ügyesen dolgozgatnak. Vannak kritikus elemek, ugye, amíg szokták mondani az elején, mindenki ott kezdi a gyakorlást, a nyitó barázdát helyek közben még jól meg tudják csinálni. A visszamenettel, a nyitó barázda visszamenettel már probléma van, mert nem mindig a helyes vonalon vezetik a traktor. A szántóversenyt már 5. alkalommal rendezte meg az Északi Agrárszakképzési Centrum, mindig más-más helyszínen. A 10 iskolát magába foglaló intézmény rendszeresen megméretteti a tanulókat, akik így gyakorlatias feladatokban mutathatják meg tudásukat. A induláskori szándék az az volt, hogy ne csak az erőgépekkel történő szántás bemutatása történjen meg, hanem lovas lóval történő szántás a hagyománynak megfelelően, sőt, mi több az ifjúsági kategória mellett felnőtt kategória is volt, és ezt szeretnénk majd a jövőben újraéleszteni. Az 5. észak-alföldi középiskolások szántóversenyét az Északi Agrárszakképzési Centrum Hajdúböszörményi iskolájának tanulója Csató Kristóf Zsolt nyerte.